Kolozsvár. Eszményi méretű város, a kisebbek provincializmusa és a nagyobbak metropoliszi tébolya között. Követelés kínál, s ezáltal észesen veszük, hogy magával sodor, harmadik évezredi rohanása meghatározza életünk ritmusát. Kötelesség, órarend, időbeosztás, ez nagyon hamar és könnyen egyhangúvá válhat. Ezért is van a bicikli túra. A régóta zajló készülődések és a szervezés gordiuszi metaforái után itt az iskola udvarán torkol végső fázisába a folyamat, a kétkerekűek, a négykerekűek, az izgatottak, az aggódók s a várakozók gyűrűjében. Az aggódás persze elsősorban a szervezők s a szülők fő foglalkozása. Harmadik naptól arrafele 4 napig nincs jel egyáltalán, tehát csak a blogot tudják nézni, viszont mi minden nap ezzel a kocsival beutazunk egy olyan helyre, ahol van internet, és teszünk a blogra szöveget, jó? Tehát próbálják egy kicsit az aggódást minimálisra csökkenteni, és ilyenekért ne hívjanak, hogy mit tudom én, átcserélted-e az oknit, vagy egyebek, jó? Tehát ügyelünk egymásra, igyekszünk figyelni, vigyázni, nem először csináljuk, tehát ne aggódjanak, jó? És engem hívhatnak, csak mondom, olyan ügyben, ami tényleg fontos. Tehát, hogy van a gyerekem, ne hívjanak. Ezért, mert ha baj van, biztos szólok, s ha nincs baj, akkor meg jól érezzük magunkat. Az utolsó tömbházai közül kigördülve, végül kezdetét veszi maga a tényleges túra. A betonfalakkal együtt magunk mögött hagyjuk civilizációnk szervezett káoszának hadseregnyi kellékét, a szükségeseket, a kényelmeseket, a megszokottakat és a zavaróakat is. Innentől kezdve minden kicsit más lesz, mostantól egy csapat vagyunk. Első próbatétel rendszerint az izmoké, és ez az önvizsgák könnyebbik fajtája. Az újoncoknak igencsak jelentős, hiszen tréning is, erőnlét ide vagy oda, ez most a valóság. A régebbieknek, a visszatérő bicatúrásoknak lehet, hogy ismerősebb a helyzet, de mégis valahogyan új, hiszen egy év a domboknak kevés idő, de a mi időperspektíváink mások. Köbek. A japánok szerint lassan, de nőnek. A kavicsokból mohos sziklák lesznek. A zsidóknál a megmaradás szimbólumai. Erdélyben kicsit mindkettő, s még több, hiszen porlanak, pusztulnak, de jelentőségük ezzel együtt nő. A megmaradás és tűnékenység egyszerre visszhangzik bennük. Pusztuló követ nyomdokán első állomásunk a járai unitárius templom. Szentélynek az alapkövezete az legalább 900 éves, az Árpádházi királyok idejében épült. Ez a terület már 900 vagy 1000 éve lakott, mindig átjáró volt Várad, Bihar és Gyulafehérvár között. Ez a település jára ugyanúgy a folyó is, valószínűleg a járat, tehát átjárat egy helyek, ahol át lehet járni, tehát ebből következik teljesen magyarul, hogy járaj, tehát a maga a patak is, meg a település is.
A Jára és az Aranyos völgyében a természet csak nagy nehezen engedte át az embernek a legminimálisabb helyet is. Az utak, a hidak keskeny idegenként húzódnak a lombok között, mintha tudnák, ember és tákolmánya csupán megtört itt. A hely őslakosai a zöldek, a badak, a növekvők. Következő állomásunk Torockó, ahol az újoncokat egy kis meglepetés várja. Túrán van egy beavató. Régebb ilyenek voltak, hogy szerelmes verset kellett mondani a biciklihez. Azelőtt kínoztuk az embereket. Azt úgy gondoltuk, hogy egy vallásos pozícsolat is. Úgy gondoltuk, hogy egy vallásos hangulatot adunk az egésznek, és meg lesz a keresztelő. Azt hiszem, hogy ettől arrafele most már társak leszünk, mivel mi már rengeteget mostuk a kopánkat. Mindenki kiválasztott már magának egy embert, aki először jön túrára. Többnyire olyat, akit jól ismer valami miatt, vagy őt választja szándékosan. Néhánynak pedig nyújtott egy-egy kliens, úgyhogy azt mondta, hogy össze fognak ismerkedni. És úgy gondoltam el, hogy mindenki, akit kiválasztott, a fejére teszi a kezét, és szépen hosszában sorbálunk, és kénytelen lesz benyomni a fejét a vízbe, úgy, hogy a füléig legalább ellepje. A hetedik biciklitúra lejében, és... Nos, ha a vízelítő megvolt, akkor jöhet egy kis ízelítő is, de csak a szálláshelyünkön, Torockó-Szentgyörgyön. Ez minden bicatórák leglustább délutánja. Egyetlen feladatunk, hogy megegyük azt, amit a helyiek már megfőztek. Másodnapi reggelinket már magunk készítjük. A lustálkodásnak ezennel vége. Szokásos reggeli gyűlésünket a templom hűvösében tartjuk. Így néz ki egy erdélyi templom mintaképpen, katolikusul, reformátusul, unitáriusul, evangélikusul. Ősi régi hajlék, sokat alakították még az évszázadok során, kályha nincs benne viszont, tehát odafagysz télen. Próbáltam a híveket, egy ideig itt voltam, egy rövid ideig helyettesítő, és próbáltam a híveket meggyőzni, hogy rakjunk kályhát. Azt mondták, hogy az őseinknek se volt, nekünk is jó lesz. Az aszfalt immár ismerősen gördül kerekeink alatt. Az izmok szokják a tempót, s a nyerekből szemlélt világ magától értetődően szűri felénk lényegét. Emelkedő, ereszkedő, autó szemből, kanyar és bedőlés, libasor, tempó, szél, zaj, por, csend, mindez saját súlyától vezéreltetve hierarchizálódik az agyakban, s így áll össze bicatórás létünk sokrétű díszlete. Az Enyedi Kollégium halhatatlan transzilvánikum. A történelem, az irodalom és a legendák kelléke is. Kurucok, labancok, két fűzfa és egy példakép, Kőrösi Csoma Sándor, akinek lélegzetét még talán őrzik e kövek. A történelem egyik jelentős pontjától a másikig, itt csak néhány pedál taposás az út. Az Enyed-Szentkirály Bánffy kastély sok éves elhagyatottsága ellenére elevenen tartja az erdélyi arisztokrácia kiemelkedő családjának emlékét. Alaposan megrongált kövei bizony tudnának mesélni. Jó látni, hogy már újítják. És mert tüzesen süt le a nyári nap sugára, öntsünk egy kis vizet a vezérbringásra. Még akar valaki? És már megyünk is tovább. Kis nyugodt marosmenti falvak maradnak el mögöttünk. Forgalom alig, néha egy-egy felhő árnyékot tart.
majd elfogy az aszfalt. De hát, hogy a Torockó-Szentgyörgyiek mondanák, őseinknek sem volt, mi meg tegyük hozzá, nekünk sem biztos, hogy lesz. Ez némi alkalmazkodást kíván a zömmel városlakó drótlovasoktól, s ez nem megy mindig simán. Így aztán hamar főszerephez jut a csapat orvosa. Nincs oxigénes vizünk egyáltalán. Van, csak a másik autóban. De mit csináltál? Fékeztél? Nem, jeleztük a megállást, és jött egy kő. Kössük meg, és annyi neki. És hagyjuk a vért ott lecsorogva, mert az jól néz ki. Jó, utána nézzük. Szeretnéd megtartani? Nem. Nem volt az erdőben egyben. Nem mondtam, te menjük utána. A szakszerű kezelés után tovább tapossuk a pedált, a Maros lassú folyását követve. Szent Imrén a sokat látott és sokat megélt templom falai alatt a tábori élet megszervezése és gördülékenyététele az egyetlen kihívás. Sátorhúzás, vacsorakészítés, ami kis csapatunk valóságában a közösség önszervezésének egyik lényeges pontja. Mindez munka is, meg nem is. Inkább létkellék. Sok szereplős mozaik összerakása, amely ezen a túrán még az újoncoknak is csak rutin feladat. Utána egy jól megérdemelt körbemasszírozás, egy ősi ösztön, praktikus és lazító, kettő az egyben. Jaj, de jó! Érünk, tudom, hogy mit szeretek, és ugyanazt adom, és kb. Ugyanazt kell. Ma este hol? Másnap reggeli gyűlésünk előtt meghallgatjuk az ódonfalak történetét. Most ez tényleg pusztul a kövek nyomdokában, itt mese nélkül, és ez nem is lesz valószínűleg soha az életben helyrehozva. A Maros-Szent-Imrei templomban vagyunk, a 40-es évektől már ilyen állapotban van szegény, tehát nem létezett itt már virágzó gyülekezet a 20. században. Két vers van a templomról, nagyon szép kontrasztvers mind a kettő. Az egyiket Áprilinek a fia írta, Jékei Zoltán. Ezt elolvasnám, hogy lássátok, hogy az 50-es években milyen volt a hangulata a templomnak, hogy nézett ki egy Isten tisztelet, mert erről szól a vers. Fejünkre porkul, régi vakolat, így énekeljük a drága Siont, egér futkározik a pad alatt, s odvából egy-egy vén kubik kiront. Tízen vagyunk, ez a gyülekezet, a 11. maga a pap, de énekelünk mi százak helyett, hogy hull belé a porsa vakolat. A hiúban a denevér riad, s egy-egy szúvas gerenda meglazul, 11. az árva pap, 12. maga az úr. Így énekelünk mi, pár megmaradt, az bünteti, akit szeret az Úr, és velünk dalolnak a padló alatt, kiket kiirtott az idő gazúr. És nem Szent Imrei, hanem Ferences István, csak rosszul emlékeztem. Az a címe a versnek, hogy Maros-Szent-Imrei templom 2002. Tehát, hogy nézett ki ez a történet 8 év vagy 9 évvel ezelőtt. Az ajtón mázsás lakat, gáj arab bilincs, 10-9-8-an sem vagyunk, gyülekezet szolga pap, senki sincs, legnagyobb hiányzó maga az Úr. Áll még egy sírkő, zuzmóval takart, kézdi szentkereszti Lázár Vilmos, üzeni föld alól a tört magyart, csak annyit, mint egy jégverés kimos, a torony galambok nélkül inog, varjú csókaraj cibája gazul, nem a kő, nem a bezúzott ikon, itt az idő az, ami meglazult. Fejünkre pók hull, égi vakolat, az orgonában szuette futam, nem énekel az semmi megmaradt, hát kit szeretsz itt, s kit büntetsz, Uram. Jó, szomorú látvány, de valós, tehát van még sok helyen ilyen. Hazafele fogtok látni majd olyan templomokat, aminek teljesen már csak a romjai vannak meg, tehát pont úgy, ahogy írja itt, hogy égi vakolat, az ég látszik. Menjünk ki és üljünk körbe a fa mellett valahol, és akkor ott olvassunk blokkot, jó? Öreg bicajus.
Hely, ha én is köztetek mehetnék, szép magyar bicások, aranyos leventék. Tényleg nem lehetne a következő túrára egy öreg fiú kategóriát is létrehozni? Jó vagyok tűzgyújtásban, s még a mosogatást is bevállalnám. Szép álmokat és jó időt holnapra. Neo, kitűnő a humorotok. A blogírom állandóan két esőfelhő között haladt. Van, akinek a gatyája is elázott, olyan is, akit az eső még mindig nem kapott el, és olyan is, aki csak egy kicsit vizes. És még mondja valaki, hogy Einstein relativitás elméletét nehéz, egyszerű szavakkal elmagyarázni. Megbeszélés után szálláshelyünket s a híres Bor útját hamar magunk mögött hagyjuk. Ezzel kezdődik is a feszültség. Az egykori fejedelmi főváros Gyulafehérvár környékén felpörög körülöttünk a forgalom, s fokozott figyelemmel lehet csak haladni. A csapatot levédő gépkocsik és a karaván szervezettsége ellenére is ezekben a percekben minden bringásnak a lehető legkomolyabban kell figyelnie. Lassúbb tempónk persze a kamionsofőrök oly érzékeny türelmét feszegeti. Ez elég merész játék, ezért néha félreállunk és elengedjük őket. Sebes környékén fellazul a forgalom, és miután a szocialista ipar lepusztult betonkolosszusait magunk mögött hagyjuk, jellegzetessé válnak a házak és az udvarok, a szászok meghatározó kultúrájának lenyomatai e tájegységen. Szentpéteren már nincsenek szászok. Emléküket hajdani templomuk magányossá lett tornya őrzi. Innen már egyenesen a hegyek közé indulunk, lassan magunk mögött hagyjuk a dombvidék településeit. A tömegközlekedés a jelek szerint nem a legjobb a környéken, de mi felszabadultan is az enyhe forgalomnak hála kissé szétszórtan kezdjük magunk alá gyűrni a hegyet. Estére vízhez érkezünk, ezúttal senki nem avat be senkit, de persze ahol víz, ott móka. Gyere Bóti, te vagy a csapat kapitány! Kőpapírról, hogy ki kezd? A másik botira gondoltam. Kőpapírról, négyre. Négyre, ki kezd? Ellened Bele. Vagyok? Igen. Nem játszom. Gyere, nála van nagy boti. Jó. Háromba kettő, nem? Igen. Franzba. Na, akkor mi ugrunk rátok? Nem. Na, tudod a számokkal, 1-3-0-4-ki, jó? Nem kell félni, én tartalak! Na, tartalak! Nem mondani, te!
Bújjon a vészenyőt! Menj hátra! Nem, nem jó! Amikor jön, szóljál! Van valami izgalmas abban, ha az ember minden reggel máshol, s az otthonától egyre távolabb ébred fel. Táborhelyünk reggeli arca sosem ugyanolyan, mint az, amit este fáradtan szemléltünk. A Sepes folyó mentén a Parang irányába haladunk. Itt már szerpentin kanyarok felfele, komolyabb kaptatók következnek, egyre gyakoribbak a pihenők, de a csapat jól bírja. Rájuk, mert hát kivázták a hegyet, és én nem tudtam, hogy máshoz is értenek, mint a számítógép közül. A mi járműveink, szerelőnk Feri és előrelátó sofőrjeink jóvoltából kivételesen jól bírják a hegyi útat. Akadnak azonban kevésbé szerencsés kirándulók is, és mivel mi szeretjük a nehezebbik útat választani, megpróbálunk segíteni. Ez nem is olyan egyszerű. Többek között fát kell vágni bicskával. Segít? Szólj, ha büdös a cipőm. Büdös. Oké, okay, rendben. Hosszabbuna. Le. Kocsi. Rúgja minden. Mindig van valami ilyen. Van valami. No, meg köteleket hurkolni, értelmes módon, drukkolni, hogy a motor erősebb legyen, mint a gravitáció. De ha ez a csapat neki fog valaminek, ha? Erről fölösleges beszélni. Mi fikve? Ezután tovább birkózunk a heggyel, a folytonos emelkedő egyre inkább érezteti hatását. Thank you.
Majd egy kis pihenő, már csak a látvány miatt is érdemes megállni. Egy kis jutalom szemeinknek, ha valójában a fáradtságon nem is enyhít. No, de egy pompás ebéd sok mindenre gyógyszer. Vagy nem? Nem csak cseppeleg még. Indulunk is tovább egy lassú ereszkedővel, elhagyjuk a gyűjtőtavat, úgy tűnik könnyű dolgunk lesz, nem is sejtjük, mi vár ránk. Az út egyre meredekebb, néhol még az aszfalt is elhagy, és csak fölfele, fölfele, és mindig fölfele, s a változatosság kedvéért megint fölfele. Erőpróba ez a javából. A következő pihenőhelyet nem mindenki nyerekben éri el. Kápu, meu! Ezt mondtam. Lassan alkonyodik, és mai útunk legmagasabb pontján gyülekezünk. Figyeljetek, figyeljetek! Nem vagánykodsz, mert ennek a lényege az, hogy leérj egy darabban. Szép, csalfa, hogy felgyorsulsz, de ügyelsz. Értem? Nem lesz ott az autó, nem lesz ott a golf, hogy leállítsa szemben autókat. Jó. Villogókat, minden, ami van a gépben, szerejtek fel. Arra vigyázzatok, hogy nincsen korlát! Jó, ja, ez az a rész, amikor meg lehet halni? Itt is meg lehet Sötétedik, amikor táborhelyünkhöz érünk, ahol természetesen ismét víz fogad. Aznapi kísérőink, a kolozsvári televízió kis csapata pallót épített, ami jócskán megkönnyítette dolgunkat. Mikor tűnjen extrém? Szandában. Most mit csinálsz, mi? A kocsiknak bezzeg nincs szüksége pallóra. Ez a tábor már valóban távol van az otthontól, de mint eddig is rajtunk áll, hogy egy időre otthont varázsoljunk magunknak itt, a hegyek között, a füvön. És ami a szokásos kényelemből hiányzik, azt találékonysággal pótoljuk. Íme, bemutatjuk egy bicikli csomagtartóját, ami másodállásban csak grillsütő. A jelek szerint ezt a munkát nem szereti, rendesen megvárakoztatja az üres gyomrokat. Reggel rádöbbenünk, milyen szép helyen táborozunk. Tennivaló itt is akad. Először is mosni kell, és ha már az automatagépet centrifugástól, szárítóstól otthon hagytuk, ugye őseinknek sem volt, nekünk sem kell, akkor marad a patak és a puszta Isten adta izomerő. Aztán gátépítés van soron, amiben a szakszerűséget illetően jócskán tanulhatnánk a hódoktól. Az ahhoz értők elmerülnek a motorháztető alatti rejtelmekben. Mihály, ezt menkinem mi a principál? Az ahhoz nem értők a kavágás titkait próbálják megfejteni. Állj meg, ezt tegyem le! Ez nagyon jó volt. Az unatkozó szakácspalánták pedig eljátszadoznak az étellel. Sanyi jobb teendő hiány egy fát támaszt, Tamás üzeneteket gyűjt az aznapi blogbejegyzéshez, és az igazi férfi munka, a burgonya hámozás is sorra kerül. Thank you.
A tábortüzes éjszaka után lassú, esős reggelre ébredünk. A patak megáradt, elmosta a pallót, mi pedig próbálunk új utat találni a túlsó parton rekedt csomagjainkhoz. Na még egyet! Sajnál elment! Egy ideig úgy látszott, hogy a természet ismét kegyeibe fogad. Kisütött a nap, és kissé arrébb újjáépítettük a pallót. Majd ismét elerett az eső. Az ég csatornái ezúttal könyörtelenek bizonyulnak, s a tábort, s annak minden kellékét menteni, menekíteni kell. Két lehetőség van. El lehet keseredni, vagy lehet élvezni azt, amit a zuhé nyújt. Ameddig egyesek szórakoznak, Sanyi barátunk kéregetésre adja fejét. Halljatok, száraz a minden vizes. Nekem van száraz nadrágom, ha gondolod, én szívesen odaadom ezzel. Alig várom, add ide! Minek van száraz nadrágom? Nincs! Te jó lesz nekem? Én nem tudom. Ez nem megy fel rám, azt hiszem kaptál száraz nadrágot. Köszönöm. Másoknál pragmatikusabb teendők vannak napirenden. Elsősorban a tűzgyújtás, ami egy kis olajjal, sok bő tüdővel, meg kitartással végül eredményes. Megjegyzem, ami a tűz felett gőzölög, nem mind a vacsora hozzávalója. Egy párat elvittem, így szokottam, hogy a másik felé múlva. Te mit hozol? Muszáj induljunk, tehát muszáj elmenjünk, mert ha csorog, akkor szétázunk teljesen, és vége az életünknek. És akkor tudom, így csorogva minden estől megyünk közösségben. Tehát kitaláltunk már egy ilyen módszert, amikor ettől a passzút meséltem az embereknek, hogy van egy kabanna vagy 600 méter fölött, és úgy rendre toljátok a biciklit és semmi mást, mi meg kocsival hordjuk a csomagokat és az embereket, akik beférnek, és akkor jövünk vissza utánatok. Tehát, hogy valami ilyen rész lenne. Na, és akkor a lényeget mondanám, a szépsége meg az a bicatúráknak, hogy egybevágnak születésnapokkal, és a legelső és legközelebbi születésnap az mennyi az idő, Gyula? 22.56. Pontosan 64 percen belül következik be, de ezt most nem fogjuk megvárni, hogy ne ázzunk szét és ne fázzunk szét, úgyhogy hadd köszöntsük az újszületett még születése előtti pillanatában. Ez a kínlódás időszaka, de hát egy ilyen túrán bele. Igen, kedveseink, Isten értesen gratulálunk mind a 20 évethez, és ezúttal át szeretnénk adni neked olyan ajándékot, amelyek úgy gondoljuk, hogy teljesen pizzatúrai feelinget hordoznak. Következik a lényeg, vagyis az ajándék. Attila az. Bocski, egy vizes török vagy közül. A tábor doktornője. Egy kis bébi ajándékot. Nagyon jó. Fordulj a kamera fele. Lesz ezt mindenki nevébe. Köszönöm mindenkinek. Nagyon jó. És akkor kettőt sütöttünk egy tortát, és azért késtünk egy kicsit, és most át szeretnénk neked adni. Szerintesen. Köszönöm szépen. Szeretlek titeket. A holnapi nap más, mint a többi, ezt te is jól tudod. Másként kell felrengel a nap, és másként jár a hold. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk. Sajnálom, fogad el, vidám.
tartán. S boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. A felhők még mindig síratnak minket, de ez már a csomagolás és a továbbhaladás ideje. Ázottan, fázottan nekivágunk a legfőbb célunknak, két keréken magunk alá gyűrni országunk legmagasabb, járművel is megközelíthető pontját. Ijesztő szakadékok fölött kerengő szerpentineken vezet utunk. Harc ez javából esővel, széllel és legfőképpen a hegyekkel. Lassan magunk mögött hagyjuk a fenyők oltalmát és kósza felhőrongyok között pedálozunk. A kövek itt még mindig nőnek, a hegycsúcsok kopasz homlokokként bújnak elő a fenyvesek takarója alól. A nemrég öntött fekete aszfalt hosszú szalagként kanyarog a hegyoldalban, míg el nem vész a felhők között. Pedig ha nem tenné, akkor tudnánk, hogy a csúcs, amire érkeztünk, csak ízelítő abból, ami hátra van. Még néhány kíméletlen szerpentin, mely köré a tájat, mintha durva vésővel faragták volna, és végül 2145 méter magasságával következik expedíciónk csúcsa és célja, az Urdele-hágó. Ennyi eső után felemelő érzés legyőzni a hegyet. Sokak szerint őrültség, ezt akár meg is próbálni. Úgy tűnik, nekünk még különleges felszerelés sem kellett hozzá. Íme. Ranszafino! Papucsba! Két fog hideg, ha nem minusz. Két fog a magán skába. Kutyán aratott győzelmünket fenséges ebéddel koronázzuk. Visszatértünk a civilizációba. Még egy utolsó csoportkép. Mi, és immár közeli ismerősünk, a hegy. Az út lefele könnyebb ugyan, de korán sem veszélytelen. Előfordulhat, és elő is fordult, hogy bicikli és lovas a helyet cserél, és akkor ismét sebkötözés. Van valami nyoma? Hogy vagy, Gergő? Jó, jó, hogy itt ütötted, már eltölt volna. Fáj? Nem tudtam húzni a féket az elén, de csak a biciklinek van a jövő, ami 8-as. Ez egy nagy ütés. Volt egy ilyen S betű rész, és nem tudtam bevenni a kanyartól. Kicsúsztam, és a köveken még elcsúsztam, és hányan mentem? Nem mentem gyorsan, komolyan.
És az tudom, hogy nagyobb az egy lábja, mint a másik. Annával rúgtam össze. Nem tudom, nem engednek. Mindeközben, akik megúszták sérülés nélkül, szóba állnak a helybeliekkel. De ne rögtessetek, no! Csendben! Mondjad! Ne rögd, no! És akkor most, hogy a megpróbáltatások zömén és utunk alapvető célján a hegycsúcson túl vagyunk, érdemes ismét átgondolni az út elején elhangzott kérdést. Mi is a bicatúra? Csupán egy út a hegyre? Csupán egy megpróbáltatás sorozat? Mert ha igen, akkor innen már csak egy darabban is egészségesen haza kell érni. De talán van itt ennél több is. A várostól elszakadt létben szerepeink és viszonyaink átrendeződnek, és ez a próba nem hegyhez, nem a helyhez kötött. Az egy csapattá kovácsolódásnak nincsenek igazán látható, kézzel fogható jelei. Eredményét nem lehet kilométerekben és megmászott csúcsokban mérni. Ez a lényeg formáló munka csak odahaza, suli udvarán ér majd véget, vagyis inkább csak abba marad. Addig még vár ránk valamennyi út, a következő tábor, az estéknek és reggeleknek embert és jellemet észrevétlenül csiszoló sorozata. Tapossuk a pedált. Érkezés Zsilvásárra éjszaka. Reggel eljött az ideje az első kiértékelésnek. Mi akkor putat nos kena plovas, a tres utapa. Ez azt mondtuk, hogy tigé akció. Biztosan tudom, hogy ha a jövőre is jövök, akkor teljesen másképp fogok mondani, teljesen másképp készülni a dolgokra, ez így nem működik. Van egy ilyen benne, hogy elkap az eső két napon keresztül, és csak egymásra vagyunk utalva. Most is bánom, hogy nem próbálkozunk be azt a csomagházást, de remélem, hogy majd lesz rá hasonló. Úgy indultam az egésznek, otthonról, még Segesvárról, hogy úristen, miért jövök én ide, itt mindenki János Zsigmondos, nem fogok érteni semmit az egész társaságból, és mindenki ismeri majd a másikat, és engem nem ismer senki, és vajon mi lesz velem, de nagyon kellemes volt. Már a próbatóra is olyan, ez a befogadás, ez a nyitottság, nem tudom, hogy máshol is megvan-e, de nálatok megvan, és nagyon szépen köszönöm, hogy befogadtad. Nekem nagyon sokat segít olyan szempontból, hogy megtanulják a csapatban gondolkozni. Eddig, amikor nem jöttem a kollégiumban, mindig arra tanítottak, hogy egyéni teljesítményre hajtsak. Kapitalizmus. Ebben tényleg nagyon sokat segít, és sokkal több a pozitívum, és hogyha mindig a negatívumot mondom, az semmi nem, de próbálom otthon hagyni, és nem így sikerül. Aminek el kellett hangozni, az elhangzott. Tehát akkor ingóságainkat összeszedjük, és elmegyünk megnézni a várost. Elsősorban Brönkus remek műveit, a Végtelen oszlopot, a Csók kapuját, a Hallgatás asztalát. Mindezek után pedig kapunk egy kis ízelítőt a helyi biciklis szokásokból is. Másnap indulás. A mesék hamuba sült pogácsája helyett naponként szendvicset csomagolunk, majd útnak indulunk. Petrozsényék csapatunk két részre szakad. Félretettük a bringákat, egyesek autóval, mások vonattal vágnak neki a Zsil folyó völgyének. Újra egyesülünk a Petrozsény melletti Bóli barlangban. Kis felfedezés, ismerkedés után ismét ünneplünk. Boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Boldog, boldog, boldog születésnapot,
A barlang ezúttal szállás helyünk is, az ünnep után hamar elcsendesedünk. Következő tanácskozásunkkor levegőben lóg a feszültség, hiszen meglehetősen komoly dolog történt. Tegnapi meg az azelőtti viselkedésemben én Csavát megbántottam az ezredessét a tábornak, úgyhogy az éjjel hazament miattam, és itt hagyta a biciklitúrát, amikor felköpcsön is ezt elmondja nektek. Én bocsánatot kérek tőletek ezért, tőle már kértem. Valószínűleg változtatni kell a stílusomon, mert túl durva vagyok és érzéketlen. Nem valószínűleg nem biztos. Lehet, hogy visszajön, ha meg nem, akkor ezt magamon kell számon kérjem, nincs köze a túrához, azt hiszem. Kevesebben, kicsit meg is törve tovább indulunk. Irány Hátszeg. Kis időre megállunk az omladozó péterfalvi Nopcsakasténál. És azért álltam meg, mert itt a kastély, és ez még 2003-ban olyan állapotban volt, hogy kimásztunk a biciklitúrán a tornyával, tehát fölmentünk egész a tetejébe. Most már beszakadtak, látjátok a gerendák lognak az ablakból, beszakadtak a lépcsők. A durva az, hogy megvette valaki, már nem emlékszem, a polgármesteri hivatal vagy ki, teljesen lezáratta és őrzik, és nem engednek be, amikor én 2003-ban itt voltam, diófa furniros szobákban jártunk, vagy veletek is voltam, amikor déván voltunk, még be lehetett menni. Mementünk akkor is. Tehát a diófa kazettás mennyezet le van szakadva benne. Majd ugyancsak Péterfalván betérünk Toma úrhoz, nyugalmazott rendőr barátunkhoz. Na otro Mihai. Prietenul meu. Acum, după 7 ani, v-am cinstit să venim pe la poartă, că tot v-am ocolit așa. Mă bucur din suflet, din suflet, mă bucur. Dar de ce nu rămâneți aici? Că nu ne-am decis, deci vrem să mergem la Călantai. Eu am vorbit la Călantai, e până la 10 deschis. E bine, e perfect. Deci e deschis până la... Dar probabil că are spațiu. Vreau să scoatem niște mâncare, să mâncăm. Ați mai stat acum? Dar nu din casă, din rulotă. Nu. Așa, una la mână, doi, mergem la Densu să vedem biserica până se mai poate. Și până la 11-12 la Călantai. A barátunk, de főleg feleségének finom süteményei hamar meggyőznek, hogy ma már nem érdemes tovább menni. Elbiciklizünk ezért egy közeli tóhoz, és ott hamar tábort verünk. Ez az este a kikapcsolódásé. Csinálom a házamat. Kert nem lesz. Lesz előszobája és ház. Egy szoba és egy előszoba. Ahol víz, ott móka. Ezt már mondtam. De hát igaz, a többszörösen bebizonyosodott e túrán. Akár felülről jön az áldás, akár magunk merítkezünk bele, lemosni hosszú útnak porát, s egyebeket.
Ezúttal az iszapfürdőt is kipróbáljuk, ami lehet, hogy nem használ, de biztos, hogy nem árt. S hogy az iszapon kívül más is ragadjon ránk, rövid körútra indulunk. Szármészecsetúzát kihagyni béteg, különösen, ha amúgy is a közelben jár az ember. Ezeknek a pusztuló köveknek a regélyét már nehezebb érteni. Régebbi korok nyelvén szól hozzánk, és a fordításhoz nem mindig vannak megfelelő eszközeink. No, meg a turisták által előzönlött helyek egyikeként jellemzőek a körülmények is. Túl nagy a rend, túl szépre van nyírva a fű, és túl nagy a zaj. Nem hallani az évezredes oszlopfők suttogását. Szusi Szent Miklós templom kövei 8 századnak szegültek ellent, ikonjai megkopva ugyan, de még őrzik a késő középkor színeit. Ezután már csak visszamegyünk a táborhelyünkre. Csomagjaink ismét kerekekre kerülnek. Sanyi csatarendbe állítja a csapatot. Szabály, hogy mindenki a vezérbrinkást kell kövesse. Ez lett belőle. Gyere, gyere, gyere! Gyere, gyere, gyere! Tartsod a sót! Tartsod a sót! Innen már csak közeledünk hazafele. Még egy kastély, a kendefiek nevét viselő. És még egy kúria, amelynek kapcsán előkerül a már ismerősen hangzó Nob Csabáró neve. Biztató, hogy a pusztuló kövek itt már újjáélettek. Szászváros környékén ismerőssé válik a táj, és főleg a forgalom, melyet inkább elkerülünk. A jó öreg Maros partján szusszanunk egyet, pótoljuk az elégett kalóriákat. Csapatunk két részre szakad, egyesek autóval indulnak előkészíteni a táborhelyet, a többiek pedig gyors tempóval tekerik maguk alá a kilométereket.
kitűnő tempónk ellenére is csak sötétedéskor érünk Gyulafehérvárra. Sűrű forgalom, éjszaka sötétség és szembevilágító reflektorok nem a legkellemesebb kombináció, de két hét együtt biciklizés után enyhíthetünk a jelzőkön. És itt ennek a templomnak a tövében, mintha már jártunk volna egyszer, nagyon régen, csak nem két hete. Viszont férfiasan? Yep. Utolsó reggel a maga kakas szós varázsával ébredj csapat. Még egyetlen egy napon hátra, és egyetlen kiértékelő. Itt egy páron tudják, hogy én túra előtt én mindig azt mondtam, hogy én nem azért jövök bicatúrára, hogy az autóba üljek, és hogy ez is egy cél volt, hogy biciklizhessek. Tehát, és azelőtt egy csomót, mármint csomót voltunk biciklizni, Péter mind egyfolytában mondta, hogy biciklizzünk, és ezt nem bánom. És mielőtt valaki azt gondolna, hogy én valakinek akartam bizonyítani, ez nem így van. Tehát esetleg magamnak, de azon kívül meg nem. Más nem volt ilyen célom, hogy valakinek bizonyítsak. Ez a túra is kihozta az extrémet mindenkiből. Mondjuk nem a bringázás szempontjából, hanem inkább a kondíciók, hogy hol laktunk, hogy laktunk. Elvert az eső majdnem folyton első héten, első 10 napban, és mégis összeszoktunk, mint csapat, nem bringán, hanem ezekben a kondíciókban. Érdekes vezetni, és ebből a szemszögből figyelni a dolgokat, és úgymond vigyázni a biciklisekre, és nem biciklizni. Tényleg, ahogy Bati mondja, ez nagyon ilyen mentálisan lefárasztja az embert, a sok figyelés. Ha bár azt mondják, hogy az autózás... A hegyekben, amikor elkapott az eső, és nem volt egy száraz zok, nincs és semmi, feltettem azt a kérdést magamnak, hogy minek is kellett jöjjek. És nem tudom, de amikor láttam, hogy esőbe is lehet kacagni és hülyeskedni, akkor feldobott teljesen. Itt volt a legjobb a kaja, és ez nagyon meglepett. Minden este finom volt, és nem úgy megyek haza, hogy jaj, édesen a főző valami finom, hanem szarult végig a kaja, hogy jaj. Szülinap egy óriási meglepetés, barlangban ünnepelni, ezután elvárásaim lesznek. A Transalpine, nem tudom, mint a többre számítottam volna, nem tudom. Két éve nem ettem bundás kenyeret, komolyan is. Úgy örültem, hogy négyszer ettem bundás kenyeret, olyan finom volt. Nagyon jó a csapat, kemények vagytok. Nincsenek szavak, nem tudom. De azért vigyázzunk, hogy ne mind essünk, mert ennyi esés nem volt 7 óra alatt, komolyan. Milyen pár érők a másban szájtsán ultimazi. Arma ebrának károsztottam volna szigorázni. Referitor, la trupa. Eu am văzut încă din curtea școlii o mai multă hotărâre din partea lor și mi-a plăcut că au acționat. Megmásztuk a hegyet, lejöttünk a hegyről, szóval egy nagyon jó élmény volt, és ahogy már elhangzott, profi csapat vagyunk szerintem, mert felmásztunk, lejöttünk, meg volt minden. Óriási élmény volt biciklivel megmászni azt a hegyet, tehát Zolán, nem volt könnyű megmászni szerintem, és sőt, szerintem nagyon nehéz volt, tehát nem tudom, hogy érezted, biztos nagyon kemény bringás vagy, de az a hegy, az olyat nem másztunk még soha. Én először nem nagyon akartam erre a túrára eljönni, mert tudtam, hogy elég sokat kell mászni, és gondoltam, hogy vagy nagyon kidobom a tüdőm, vagy kocsikázom. Gondoltam, eljövök, mert finom a szalmakrumplé. És tudtam, hogy jó a csapat. És örülök, hogy eljöttem. Nagyon tetszett.
nem számítottam egyáltalán erre a hangulatra, erre a csapatra, a hozzáállásra, fogadtatásra, meg minden, nem tudom elmondani, olyan más. Azért jó végül is a biciklitúra, mert mindig valami újat mutat. Hogy is mondjam, az, ki az az emberből a legjobbat? Például, ahogy mondta Zsuzsa is a közvetlenséget, hogy így mindenki megnyílik. Mikor másztunk, az volt a kedvenc napom nekem. Láttam Zolánnak, hogy nem tudom, könnyen felfele, mert mikor indultam ehelyből, hogy nem tudtam indulni, mert füstölt a gópunkja az Audinak. Meg másszal, transzal pillanat, 20 kilós biciklivel. Induláskor biza bennem volt, hogy minek kell ez most nekem, és megint vesződtség, és megint a diákokra rá kell szólni, és megint fegyelmezni őket, és egy kicsit úgy irtóztam az egésztől. Viszont aztán hamar rájöttem, hogy a biciklitúra, visszakerültem ebbe a biciklitúrás hangulatba, és rengeteg pozitívumot kaptam tőletek, amit így köszönök. Jó kedvet, tényleg a dolgokhoz való pozitív hozzáállást, mosolyokat, kitartást, együvé tartozást. Tehát nagyon-nagyon profi volt. Büszke vagyok a csapatra, hogy azért volt, amikor az A terv nem vált be, és percek alatt olyan B tervet találtunk ki, hogy talán jobb is volt az, és az állandó készenléti állapot, hogy mindig tudtunk odafigyelni és valamit kitalálni, hogy legyen jobb a csapatnak, és nem az egyénnek, az nekem nagyon bejött. MS Réka, meg úgy a többiek szép lassan, ti tudjátok, hogy ez miből indult, tehát ez az egész biciklitúra honnan indult és milyen szintről, tehát milyen fejlődés látszik és milyen csapatmunka lett belőle. Az első túrákon én főztem, én kínlottam, én rágtam a körmömet, most pedig igazából szó szerint le van bíva a teher rólam, ez a teher legalábbis, és nagyszerűen csináljátok, tehát öröm látni ezt a szintet, a rádiók kényelmét és a biciklik profiságát, ahogy Feri mondja, tehát egyszerűen nagyon-nagyon szépen fejlődött a dolog, de nem mentünk el hülyébe, tehát hogy a túra nem fogja elérni azt a szintet, hogy helikopter megy felettünk és smurdos kocsik jönnek, és te teszed magad, hogy jól érzed magad, tehát ez muszáj megmaradjon egy kicsit vadnak, egy kicsit veszélyesnek, egy kicsit fárasztónak, és láttam is szervezési szinten, hogy nem szabad 3 nap pihenőt egymás mellé tenni, stb. Tehát nagyon szépen látszik most is a dolog. Mondom, ez volt a legjobb túra, és lehet volna, hogyha Csaba nem megy haza azért, mert megsértettem, vagy azért, mert hordoz magában egy pár sérelmet, személyes sérelmet. Én úgy gondolom, hogy még a diák is, tehát még a résztvevő is, de főként a szervező félre kell tudja tenni a magánügyeit és a problémáit, és ha mással van baja, akkor arra késztetést kell érezzen, hogy azt elrendezze és lerendezze a túra miatt, a túra kedvéért. Én úgy gondolom, hogy nem azért készültünk egy hónapot a túrára, hogy ő hazamenjen a felénél, mert megsértődik, úgyhogy szánom, bánom, nem így akartam, nem így alakult, de ezt nem gondoltam volna, hogy ezt a határt lehet súrolni, hogy mit tudom én, valamelyikünk innen fogja magát és megsértődjön és hazamenjen, mert én is ugyanúgy hazamehetnék, és más is. De minek, amikor itt a helyed? Egy utolsó frissülés, folyó helyett ezúttal csak a csapvizével. És aztán nekiveselkedünk a még hátralevő, immár nagyon rövidnek tűnő útszakasznak. Nagyenyeden még egy kiadós pihenő. Itt találkozunk a jó rendőrrel és a rosszal. Némi heveny papírkeresgélés, telefonálás és adatbázisok kikérdezése nyomán a tányérsapkások megnyugodnak, minden rendben, és indulhatunk haza Kolozsvárra.
Még távol vagyunk ugyan a kincses várostól, de őrülten pörgő forgalma már itt megnehezíti az utat. Jobb nem kockáztatni, hiszen az út végén fáradtan és az otthonhoz közel könnyen lankadhat a figyelem. Ezért inkább a közvetlenül Kolozsvárra néző felekitetőig autóba szállunk. Lassan visszatér szívünkbe, lelkünkbe Kolozsvár, mint valóság, mint otthon, mint úti cél. A város, amelyet csaknem két héttel ezelőtt elhagytunk, most is ugyanolyan. Mi azonban már kicsit másak, egy bicatúrával többek és jobbak vagyunk. Életünk faragványába újabb rovátkák vésődtek a meredek hegyoldalban, az eső most a táborban, az országúti sorban. És akkor mi is a bicatúra? Jelenleg van rá 31 néhány válaszunk. Mindegyik színigaz. Nem mindent tudunk megosztani az itthon maradottakkal, hiszen a szavak csak kevésre képesek. Tudjuk, hogy távol létünk nekik is kissé kaland, s a viszontlátás, az ölelés ettől talán még melegebb. Ennyi volt. Szép volt, jó volt, nehéz volt, gazdag volt, vizes, meleg, fáradt, bosszús, nevetős, napfényes is. Rendkívüli.